Köszöntöm kedves nézőinket a FitMixben, ahol mindig a szabadidős, életmód és sporttémák ki a főszerep. Mai adásunkban egy Zoom interjút láthatnak, ahol beszámolunk a masszázs fajtáiról és azok jótékony hatásairól. Üdvözlöm, Ildikó! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Üdvözlöm! Köszönöm a meghívást! Kérem, kezdjük beszélgetésünket egy rövid történeti áttekintéssel. Mit tudhatunk először is a masszázsokról, honnan ered? A masszázs szót magát azt pontosan nem tudjuk, hogy görög, vagy francia, arab, vagy héber, de mindegyiknek a pontos jelentése egyébként az gyúrni, dörzsölni, kézzel simogatni, tehát ez a pontos jelentésük. Maga a masszázs története, az pedig egészen az ókorba nyúlik vissza. Az egyiptomiak sebek, illetve betegségek gyógyítására is alkalmazták már, a kínai gyógyászatban pedig idegrendszeri, vérkeringési problémákra, a görögök pedig sportolókon is alkalmazták már. A középkor az egy ilyen háborúsabb korszak volt, ott inkább a gyógynövények, a papok gyógyítottak. Igazából Mátyás király korszakában jelentek már meg a masszázshoz hasonló technikák, illetve fogások. A masszást oktatni a 12. században kezdték Angliában, majd az 1500-as években alkalmazta Európa is a gyógyításra. A 19. században Per Henrik Ling, aki a svéd masszázs feltalálója is, és tanítványai összegezték tapasztalataikat. A 20. században viszont a masszázs fajtái, típusai kezdtek el kialakulni, és összességében már elmondható, hogy azért ma már hatékonyan alkalmazzuk gyógyításra, fájdalomcsillapításra, illetve relaxálásra a masszást. Tehát akkor most elmondhatjuk összességében, hogy általánosságba véve ezek a masszázsnak a jótékony hatásai is? Hát nem, a masszázs jótékony hatásai az gyakorlatilag az izomzatunkra, szóval ezt azért sokan összekeverik, hogy ízületet nem kezelünk. Ugyanakkor hatással van az izomlazítás az ízületekre is, hiszen nagyon sok ízületet vesz körbe, sok-sok izomrendszer. Vérkeringés serkentő hatása van a masszázsnak, relaxációs hatása, és hát tényleg azért a fő szempont az az a fájdalomcsillapítás, és hogy az izmaink helyesen, rugalmasan mozogjanak. Azt behatárolhatjuk, hogy a masszázsnak inkább mentális, avagy egészségügyi jótékony hatása van? Ezt kifejezetten én nem mondanám, én úgy gondolom, hogy mind testre, mind lélekre nagyon jó hatással van a masszázs, pozitív, hiszen ha végig is gondoljuk, hogyha valamink fáj, akkor ezáltal maga a közérzetünk és maga a mentális jólétünk is negatív irányba indul. Tehát én azt mondom, hogy mindkettőre jó hatással van. Az interneten keresgélve a masszázs fajtáinak színes és óriás tárháza van. Melyek mégis a legismertebbek? Többféle kategóriára is lehet bontani a masszázs típusokat, keleti, vagy nyugati, ruhában, vagy nem ruhában történő. Ma már úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja hozzá közel álló kategóriát, vagy akár masszázsfajtát. Talán a legismertebb ez a svéd frissítő, illetve gyógymasszázsok, tájmasszázsok, amik ugye ott van ruhában, illetve fehérneműben történő masszázsok, nyirokmasszázsok, ami a nyirokrendszert serkenti, tehát nyirokáramlást serkentő masszázsok. Úgyhogy most már azért mindenki talál megfelelőt. Egy szakember mit javasol? Kiknek való leginkább a masszázs, és ki az, akinek ez tiltott? Én azt mondom, hogy a masszázs az mindenkinek javasolt, akinek már nincs testnevelés órája. A vendégeim azt szokták mindig mondani, hogy amikor én fiatal voltam,
Amikor én fiatal voltam, akkor volt testnevelés óra, és ott átmozgattak minket. Ma már sajnos állandó jelleggel végzünk fizikai munkát, tehát ez azt jelenti, hogy ugyanabban a pozícióban ülünk, vagy állunk, tehát ugyanazon testrészünket túlterheljük, és ezáltal izomrendszerünk ugye változik. Tehát akinek darabos a mozgása, illetve fájdalmai vannak, hátfájdalmai, derékfájdalmai, azoknak mindenféleképpen javasolt. Bizonyos esetekben nem javasolt, például, ha mondjuk lázasak vagyunk, vagy gyulladás van a szervezetünkben, vagy esetleg a hölgyeknél menstruáció áll fenn, akkor kellemetlenebb egy masszázs, illetve csontritkulás, és így a pandémia idején azért azt szeretném elmondani, hogy egy védőoltás is igénybe veszi a szervezetet, tehát ott is alakulhat ki egy gyulladásos állapot, tehát ebben az esetben sem egy-két hétig egy védőoltás után nem javaslom a masszást. Már említettük a beszélgetésünk egy korábbi pontján, hogy milyen masszázsfajták léteznek. Itt tudunk mondani egy-egy olyan példát, hogy egy adott masszázsfajta mire gyakorol jótékony hatást, vagy miért érdemes éppen azt választani? Igen, a svéd masszázs, ahogy említettem is, az a mozgásunkkal, hátfájdalmunk, derékfájdalmunkkal kapcsolatos, tehát azt mindenféleképpen így az állandó, monoton munkából adódóan, illetve ami most félig ismert, félig nem, ez a nyirokmasszázs, ami ödémás, vizes kéz, láb esetén, hiszen feszítik a kötőszövetet a folyadékok, tehát célszerű ezzel is komolyabban foglalkozni, és elterelni onnan a folyadékot, hogy szintén a mozgásunk fájdalommentes legyen. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy ugye egy specifikus masszázs mennyi jótékony hatást gyakorol a szervezetünkre, és ez megold bizonyos egészségügyi problémákat is, vagy legalábbis segít ezekben. De a lágy csontkovácsolásról mit tudhatunk? Az is hasonlóképpen hat ránk? Az atlantiszi lágy csontkovácsolás az egy masszázssal egybekötött kimozgatás, én inkább így mondanám, amelynek az a lényege, hogy a masszázs során fellazításra kerül izomrendszerünk, ezáltal biztonságos pózokban gyakorlatilag magától helyére csúsznak a csigolyák. Aki szereti, hogyha masszázs végén átmozgassák, visszakerüljön a helyére a csigolya, azoknak mindenféleképpen javaslom. Ugyanakkor elzárkóznak egy rángatósabb, csak helyére tevős csontkovácsolástól, azoknak egy ilyen úgymond átmeneti megoldás, mert itt csak teljesen biztonságos kimozgatások vannak. Tehát akkor lényegében elmondhatjuk kedves nézőinknek, hogy ez egy sokkal kellemesebb, kevésbé fájdalmas beavatkozás, úgymond, vagy metódus, mint az igazi nagy csontkovácsolás. Így van, így van. Ami szintén egy nagyon érdekes és új ágazat, az a kismama masszázs. Ennek milyen jótékony hatásai vannak, és miért választák ezt a jövendőbeli kismamák, anyukák? Igen, én is megkérdeztem tőlük, hiszen ezt mindig én elmondom, hogy ez nem egy erőteljes, gyúró technikákat alkalmazó masszázs, hanem ez inkább lazító, izomlazító technikák. Technikák, simító technikák, mert a kismamákat azt már gyúrni nem lehet, tehát ugye oldalfekvésben helyezkednek el ilyenkor a masszázson, mégis azt mondják, hogy ebben az állapotban sokkal jobban felerősödik az érzékelésük, és mégis egy kellemes, izomlazító, testet, lelket megnyugtató masszázs terápiát választanak, bármi más helyett, mert így nyugodtabban viselik a terhesség nehézkes időszakait. A masszást, hogyha kombináljuk egy kineziológiai tapasztal, akkor az még hatásosabb, és a másik kérdés pedig, hogy maga ez a tapaszt pontosan miben jó és hogyan? Lehet kombinálni, igen, masszázsal is. Mondjuk például, hogyha valaki nem tudja a masszázs terápiákat folytatni, mert mondjuk elutazik, akkor ez még utólag is egy hétig akár, vagy másfél hétig kezeli, ez olyan, mintha masszíroznák még utána.
izomlazító hatása van a tépeknek, ami nagyon fontos, és kiemelném, hogy szakemberrel célszerű felhelyeztetni, hiszen ezek a tapaszok rugalmasok, és sajnos elkoordinálhatjuk vele testrészeinket, hogyha helytelenül tesszük fel, illetve nem is fogják kifejteni hatásukat. A tapaszban egyébként nincsen semmi, csak akril ragasztó. Magától a technikától fejti ki hatását, ahogy felhelyeztük. Izomlazító hatása, támasztó hatása, nyirokrendszer kezelhető vele, vagy akár a kismamáknál deréklazító hatásai vannak, szóval tényleg nagyon széles a spektrum, amin lehet alkalmazni, és gyakorlatilag semmilyen mellékhatása nincsen. Említette azt a szót, hogy masszázs terápia. Itt egy picit erre rá is kapcsolódnék az időre, hogy egy-egy masszázs általában milyen hosszú, és ennek mi az oka? A masszázsokat egészen 15 perctől akár 120 percig terjedhetnek, tehát akár 2 órás is lehet a masszázs, és attól függ, hogy ki milyen jellegűt választ. Ugye vannak részmasszázsok, mondjuk például egy talpmasszázs, vagy csak egy hátmasszázs, akkor azok ugye természetesen rövidebbek, illetve vannak ezek a kozmetikai vagy relaxációs masszázsok, ezek általában hosszabbak, de egy teljes testmasszázs azért általában 60-90 percet igénybe vesz, és ezt mindig elmondom, hogy ne felejtsük el, hogy az izomrendszerünk egybefüggő, tehát attól, hogy kezelünk csak egy derekat például, attól a combizom is felkapcsolódik, ami 4 fő, tehát akár attól is fájhat a derekunk, tehát, hogy én nem szoktam előnyben részesíteni a részmasszázsokat, hiszen az izomrendszerünk egy, a keringésünk egy. Ha valaki most a pandémiás helyzet miatt egy picit jobban tart attól, hogy elmenjen masszázsra, akkor őt mivel nyugtatná meg, hogy miért lehet még ugyanúgy biztonságosan elmenni egy-egy jó relaxációs órára? Én mindig azt szoktam mondani, hogy sajnos egy üzletbe is szükséges bemennünk, hogy bevásároljunk, ahol sokkal többen tartózkodnak, mint akár egy masszőrnél. A masszőrök nagy része egyébként általában egyedül dolgozik, vagy maximum 2 vannak, és ha van pandémia, ha nincs, mindig fertőtlenítünk. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez minden esetben nagyon fontos, hogy mind az ágy, minden masszázseszköz, a légtér, én is mindenki után szellőztetek, vannak olyan illóolajok, természetes légfertőtlenítők, amikkel nagyon gyorsan újjá lehet varázsolni, akár a légteret és az ágyakat, és nyugodt szívvel ajánlom, hogy mindenki menjen. Vizsgáljunk meg beszélgetésünk végén 2 példát, 2 különböző példát, hogyha valaki még sosem járt masszázson, viszont nagyon sokat végez ülőmunkát és fáj a dereka, annak milyen masszást javasol, illetve annak, akinek semmilyen egészségügyi panasza nincs, egyszerűen csak érdeklődik a masszázs világa iránt, neki pedig miért? Rendszeresen ülő munkát végez, annak javaslok egy svéd masszást, vagy akár egy köpölyös masszást, amitől általában azért tartanak az emberek, pedig ez egy óriási, szenzációs felfedezés, ez a szilikonos köpöly, amit alkalmazunk masszázs során. Ez nem azt jelenti, hogy csak köpölyözünk, ugyanúgy masszírozunk is, csak hatékonyságát tekintve körülbelül olyan, mintha az egyén 3 vagy 4 masszázson vett volna részt, tehát hogy sokkal hatékonyabb, és természetesen a teljes testmasszást javaslom ebben az esetben. Az, akinek pedig semmilyen testi tünetei nincsenek, problémái, azoknak pedig vannak relaxációs, aromaterápiás, vagy akár egy thaiherbál masszázs. Mind a kettőnek az a lényege, hogy itt az illó olajok, vagy a gyógynövények hatására a testünk egy teljesen más, egy nyugodt világba, egy relaxációs állapotba kerül, mely által feltöltődünk, és a hétköznapjaink sokkal kellemesebbek lesznek. Összességében tehát akkor elmondhatjuk, hogy a masszázs mindenkinek jó és hasznos. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy egy picit bevezetett minket ebbe a csodálatos relaxációs világba. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk jövő hét hétfőn is, amikor ismét a szabadidős, életmód és sporttémáké lesz a főszerep. Viszontlátásra!